egyszer csúnyán megfáztam, és sok vérömleny keletkezett a mellkasomban. Joyce azt hitte, hogy az állandó köhögése csupán egy szokványos megfázás tünete, de nem az volt. Olyan szintűre fejlődött, hogy amikor mély lélegzetet vettem, sípolt a tüdőm. Joyce imádkozott, hogy múljanak el ezek a tünetek, de idővel csak egyre romlott a köhögés és a tüdejében a sípolás is. Nem tudtam egy jót pihenni, és ez megnehezítette az életem. Nagyon kényelmetlen volt. Kicsit ledőltem volna, de mindig köhögtem. A napokból hónapok lettek, és Joyce állapota nem változott. De nem adta fel az imát a gyógyulásáért. Tudtam, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, és ennek a gyógyulásnak manifesztálódnia kell. Így vártam az Úrra. Aztán két évvel később, amikor elkezdett köhögni, Joyce éppen a 700-as klubot nézte, és Terry imádkozott a nézőkért. Terry beszélt éppen, és még meg is nevezett engem. Terry mondta, van egy hölgy, Joyce, aki éppen néz minket, és krónikus tünete van már elég hosszú ideje. Rögtön tudtam, hogy rólam van szó. Felugrottam, és azonnal tisztán tudtam lélegezni, és életemben akkor tudtam a legmélyebb lélegzetet venni. Nagyszerű érzés volt. Annyira boldog voltam. Azt mondja, hogy a tünetei egyszer visszatértek, de nem engedte be a kételkedést. És a tünetek végül eltűntek. Tudom, hogy az Úr gyógyító. Nem tudom elképzelni, hogy amikor a Szent Szellemet követjük, ne ismernénk meg Isten szabadítását. Joyce tünetei később már nem tértek vissza. Tudja, hogy Isten szereti, és ő gyógyította meg. Olyan kegyelmes velem. Ott volt velem, kész volt meggyógyítani. Isten akarta a gyógyulásomat.